Az ország különböző pontjairól érkezett 18 shiatsu gyógyász masszírozott összesen 130 embert 24 órán keresztül a Futurában. A shiatsu egy japán ősi gyógyító eljárás, és a nyugati alternatív mozgásterápiák és masszázs technikákat is bevont ebbe, és az a lényege, hogy az embernek a saját energetikai rendszerét hozza egyensúlyba, lelkileg, szellemileg és fizikailag egyaránt. A masszírozás a földön, szőnyegen fekve történt, ruhán keresztül. Egyszerre 5, illetve 6 embert kezeltek 40-40 percen át. Az akupunktúrás pontok vannak végül is az ujjal, a meridiánokon, az energiavonalakon keresztül stimulálva, úgymond, és így hatunk az idegrendszerre, hogy a szimpatikus idegrendszerből lesz a paraszimpatikus, tehát egy stresszes, felspannolt állapotból egy nyugalmi, egy kiegyensúlyozott állapotba kerülnek az emberek. Nem volt véletlen a helyszín kiválasztása sem. A shiatsu is az öt elemre épül, tehát a szellemisége, filozófiája az öt elemre, mivel hogy az öt elem energetikája egymásnak adja át, egymást erősíti a természetből. Vannak, ugye van a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz, ami a Futura, ő négy elemre épül, tehát ott a levegő a negyedik. És az a lényege, hogy mindegyik elemhez egy szervpárt kapcsolnak hozzá. Tehát megvannak a szerveink, amik be vannak csoportosítva, hogy melyik elem hez is tartoznak. A tulajdonságaik miatt, igazán a természettel való kapcsolatuk miatt. A rekordkísérlet a különleges gyógymód népszerűsítésén túl egyben nemes célt is szolgált. A Nők a Városért Egyesület együttműködésével adományokat gyűjtöttek a Mosonmagyaróvári autista otthon számára. Szerettem volna, hogyha ez a rendezvény nem csak arról szóljon, hogy a shiatsut ismerté tegyük így az országban, és nem csak a rekordon van a hangsúly, hanem azon, hogy egy nemes cél is legyen, és így került a választásom az autista házra, az Óvári Autista házra, és hát a Nők a Városért Egyesület.